Több, a tavaly novemberben részben leégett termálfürdővel kapcsolatos döntés is született az október végi testületi ülésen. Az épület tetőszerkezete közel egy éve egy elektromos zárlat miatt gyulladt ki, aminek következtében használhatatlanná vált. Az önkormányzat közbeszerzési eljárást írt ki, ám az első körben eredménytelenül zárult. A kivitelezés és az üzemeltetés az koncessziós eljárásban került kiírásra, vagyis aki a fürdőt felújította volna, az üzemeltetné majd. A fürdő azóta egy kültéri medence, és hétvégén a szaunák működtetésével várja a pihenni vágyókat. A város vezetése viszont arra törekszik, hogy a létesítmény a jövőben is üzemelhessen. Ezért egy új, nyílt közbeszerzési eljárást írnak ki. De a korábban már előkészített komplex felújítás és bővítés is szerepel a jövőbeni tervek között, amint a háborús helyzet okozta gazdasági válság megszűnik. Ha ez a háborús időszak véget ér és visszatér az élet legalább valamilyen szinten a normális kerékvágásba, akkor természetesen újra elő fogjuk venni az egész fürdő komplex felújítását és bővítését, de addig minimális cél a jelenlegi fürdő üzemeltetése, és ezzel együtt a tüzesettel károsodott rész helyreállítása. A Tamási termálfürdő kültéri medencéje az év végéig szerdától vasárnapig várja a pihenni vágyókat.